Drága Moshimo professzor, hogy áll a legújabb találmánya? Tudom, hogy óriási lesz. Őszinte híve, Tommy Turnbull. Drága Tommy, felülmúlt a legérmesebb várakozásaimat. De attól félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Biztonságos helyre kell küldenem. Valahová, ahol talán megtanulhatja, mit jelent fiúnak lenni. Na, mert ő a robot fiú, Robot Boy. Robot Boy. Robotlány visszatér. Ezt nézd meg, egy lúd! Gá-gá! Ez könnyű, csak ezt nézd meg. Ez egy szarvas! Wow, wow, wow! Wow, wow! Gyenge fiam a gágogó ludám, csodásabb az ugató szarvasodnál! Gá-gá! Wow, wow! Na, az enyém kétkezes árny, a tiéd fele olyan jó. Még hogy fele olyan jó, mi? Azt milyen árnyjáték? Egy óriás árnyjáték, Pók. Jó, srácok, Tea? Haver, nem maradhatunk itt, ez annyira lányos! Megyek és eldumálok a Pókkal! Fiú! Bíz bennem! Inkább menjünk el innen és aludjunk a sárban! Még 5 perc odabent, és kifestjük a lábgörmünket! Nézd csak! Mi volt ez? Nem tudom, fiacskám, de ha jó, nekem is kell. Nyomás! Csodás! Talán pénzzel van tele tömve. Ez csak egy nyomvat robot. Ez nem nyomvat robot, ez robot lány. Nézd ezt a nyakéket! Fogadok, hogy nagy pénzt szakítunk vele. Add ide! Ezzel kell aktiválni, te agy, Jenny. Olyan zilátnak tűnik. Remélem, jól van. Menekülj! Menekülj, robotgör! Veszélyben vagy! Nem, professzor! Maradok! Nem! Itt nem vagy biztonságban. Bármely pillanatban ideérhetnek. Mondd meg Tominak, hogy... Moshimo professzor bajba kerülhetett. Talán robotgör tud segíteni. Ne bánsd Moshimót! Felébred! Sokat károsodott. Az alaplap jól néz ki, de a logikai áramkör nagyon lesérült. És valahogy fura az érzelmi csípje. És úgy látom, nagy az adatvesztés. Nos, meglátjuk. Inkább ne kísértsük a sorsot! Én azt mondom, kötözzük meg! Hol van Moshimo? Mondd, Robot Girl! Tudnunk kell! Most! Robot Girl, én vagyok! Robot Boy! Barátok vagyunk! Nézd a memóriát! Nem számítottam! Jól van, aktiválásra készen áll, de nem tudom, hogy mit mondjak. Én semmit sem értek. Miért ilyen fura? Nem logikus. Mert érzéketlenek vagytok! Meg kell értened, a lányok másmilyenek! Másként jár az agyuk! Tudod, azt mondod nekik, amit hallani akarnak! Hazudj nekik! Majd a mester megmutatja, hogyan kell! Szia, Robot Girl! Na hát, sok mindent megéltél, ugye? Csak tisztítsd meg azokat a csinos kis kibocsátó diódáidat! Na, mindjárt jobb! Miért nem mész ki a fürdőbe felfrissülni egy kicsit? Most borzalmasan nézel ki! Ne sír! Kezd gáz! Kicsi porosítatom! Ne figyelj gázra, kicsit több kell ütött. Hey, érzékeny uraság, lássuk te, hogy bánsz a kis porszívottal, oké? Igen? Igen, pirítós fej. Igen, nagy melán. Nagy fiúnak képzeled magad? Meglátod, robot.
robotboy megszépíti a kövér ajkot. Ha? Meglátod előbb lüveses te ajkot, ajkatlan te! Ti tök fejek, nem tudjátok, mit mondjatok egy nőnek? Nőnek? Szia! Mi a neved? Nekem Robot Girl, te ki vagy? Szia Robot Girl, a nevem Lola. Nagyon örvendek. Nagyon örvendek. Bántottak téged a csúnya fiúk. Igen, elsősorban az a kövér. Tessék! Hé, kire mondtatod kövér? Rá se hederíts. Megnézed a sátram? Oké. Próbáld megtudni, hogy merre van a professzor. Oké, de a magam módján intézem. Kicsi aggódom Mosimó miatt, és nem tudom, hogy Robot Girl segíthet-e megtalálni őt. Én nem értem Robot Girl-t. Megcsináltuk, és mégis olyan fura. Nos, talán ő is robot, de mégiscsak lány. Robot Girl helyre is jött. Igen, Lola elmondta Robot Girl-nek, ne törődjek a logikai funkcióval, inkább csak törődjek az érzelmi áramkörrel. Az alaplapban Robot Girl keresi Mosimót. Mi ez a hely? Itt készítik a titánium testrészeket. Várjatok! Előbb én! Ijesztő hely. Robot Boynak nem tetszik. No! Ez egy kar! Nem csak titánium kar. Gász! Most mit csinálsz? Tudom, hogy van a közelben egy ilyen izé. No! Pizza! Ó, már régóta vágyok ilyenre. Régóta. Na mi lesz már? Rúgd meg! Jó. Meneküljetek, ez csapda! Igaza is van. Egyféleképp lehet megmenteni Mosimót. Robot Boy, Robot Girl. Megy az olvasztóba, akkor Proto Boy szabadon engedi Mosimót. De miért? Akkor Proto Boy lesz Mosimó egyetlen robotja. Ha már szó esett a félre sikerült családodról, nincs szükséged Dili Dokira, ha? Ne, Robot Girl! De ostoba vagy! És most jön Robot Girl! Így mented meg Mosimót! Ne tedd meg Robot Girl! Hazudik! Robot Girl, használd az eszed! Harcolj! Értettem! A logikai központ azt mondja, mesd meg Mosimót! De az érzelmi csip azt mondja, Proto Boy hazudós. Gyorsan kell csinálni.
Azt hiszed, te Moshimo utolsó érző robotja vagy? Na képzeld csak, van még egy robot, akit jobban szeret nálad. És most hátson billent téged! Lebuktunk! Mókás volt, de nem jött be! Mondd, pápa! Pápa, protoboy! Nincsen vége! Még. Anyuci kisfia. Meddig tart, amíg kiírtják Kaziföldről a tarisznyarákokat, főnök? Remélem, hamar. De addig is, ez tökéletes, ideiglenes főhadiszállás lesz. Kisfiam! Anyu, kérlek, ne az asszisztensem előtt! Jó napot! Előfizetőket keresünk a Főzzünk Rovarokkal magazinra, a magazin olyanoknak, akik imádnak rovarokkal főzni. Egy ajtó kész. 750 van hátra. Engedje meg, hogy megmutassam a Főzzünk Rovarokkal örömeit, amelyet megmutathatunk... Kezdem azt hinni, hogy a népeket nem érdekli a főzés a rovarokkal. Konstantin, szendvicset! Ugyan, picikém, tudod, hogy a külföldi ételektől puhiznod kell, és húzd csak ki magad. Ne szólíts picikédnek! Connie egészen jó szakács. Inkább hozzáhasonlítanál. Ó, milyen jó kislány is vagy te, Connie! Ó, köszönöm, főnök anya! Konstantin egy fiú, nem pedig lány. Az asszisztensem, és én gonosz lángelme vagyok. Anya, hívd vissza az ebeidet! Gyömmér, Wasabi, elég! Ugyan már, ifjú úr, elhiszem én, hogy gonosz vagy, de a világ olyan hatalmas. Ha nem is lettél olyan nagy lángelme, de tudod, hogy megpróbáltad. A világ az enyém lesz, amint megkaparintom robotból. És ne szólíts, ifjú úrnak! Te meg a képzeletbeli robotbarát, egy szép napon felnőtt leszel, és lesznek igazi barátaid. Megértetted, ifjú úr? A barátok kellenek, klónozok pára. Fúj, rossz kutya! Ő az, a fiú, akiről meséltem neked, és ott van nála a robotba is. Nyisd ki az ajtót, anya, kérlek. Jól van, nehogy szomorú legyen a kisfiam. Még ne! Konstantin, el kell rejtőznünk. Induljunk el újra! Jó, minden a terv szerint történik. Milyen terv? A terv, amit most forraltam, te gyagyás. Véletlenül itt lapul egy titkos labor a gyerekkori hálószobámban. Ott építünk egy klónsereget, ami képes legyőzni több száz robotbolyt. Á, itt is van. Ez az utolsó ház. Utána lehetünk, ugye? Jó estét. Szeretnék mesélni a...
Ó, de kedves, ingyen ajándék. Nos, hát nem éppen ingyen lenne, tudja? Ők az én barátaim. Tessék, fiúr. Ők az én barátaim. Hívd meg őket vacsorára. De ne mondd meg, hogy itt vagyok, meglepetés lesz. Jól van, jól van. Akartok maradni vacsorára? Na, azt mondta vacsora! Gász, még csak nem is ismerjük. A menü sonka sashimi. Hallottad? Sonka sashimi. Nem tudom mi az, de nagyon imádom, az biztos. Nem is tudom, Gász. Plusz, még mindig kell a pénz az előfizetésre, nem? Ugye? Igazad lehet. Oké. Két személyre kérek azt a drága asszonyom. Gyorsan, Konstantin! Meg kell találni a felszerelést! Ez lesz az, főnök? Nem, az ott a teke készletem, te ostoba! Úgy értem, a klón készítők készletem. Újabb doboz, főnök! Aha! Jó munka, Connie! Nos, ideje megépíteni a klón sereget. De mit klónozzak? Csúnya kutya! Egy pillanat. A fiam és a barátnője van odafent. Nem sokára lejönnek ide. Na, nyugodtan. És mi lesz a sonkás sashimival, ha? Vagy beszélhetnénk a főzünk rovarokkal magazinról. Ha szeret rovarokkal főzni, ennél nincs jobb újság, és az egenmirigyes ár csupán $200 havonta. Oh. Szerintem megéri. És te? Rendetlen a hajad! Mi volt az? Ez csak a fiam és a barátnője, Connie. Folyton klónokat gyártanak, meg ilyen csacskaságokat. Klónokat gyártanak? Elnézést, ki is a fia? A neve... Dr. Kamikaze! Persze, nem igazi orvos! Úgy vélem, ismeritek a barátnőmet, a segédemet, Connie-t, nem, Konstantint! És most ismerjétek meg a klón hadseregemet! Ugyan! Ezek csak a gyagyás óriás tacskók! Óriás kígyó tacskó, ugye? Miért csak kettő? Ilyen kevés anyagból ennyire tellett. Gyömbér, baszami, csibész! Kapd el, Robot Boy! Gyömbér, baszami, állj! Rassz kutyús! Nincs játék vacsora előtt! Na, mindenki leülni! Igen, Kamikaze néni! Jól van, gyerekek! Kézfogás és hálaadás! Ifiúr? Anya, mondtam, hogy ne szólíts már így! Ahogy akarod, ifiúr! Na, hálaadás! Nagyon jó! Ó, magasságos! Hála neked az ellenségeimért, akiket az utamba hoztál. Elsősorban Robot Boyért, akit végtelen bölcsességedben az én hatalmamra bíztál. Ne nyúládodsz! Kikér répapürét Ginzeng Mártással. Mindenkinek ízlik a vacsora? Igen, Kamikaze! Ó, ott maradt az angolna. Friss az angolna. Falánk, fiú! Nekem is kellene!
Ó, leesett a villancsutába! Meg is van! Gáz! Ki kell jutnunk innen? Nem mehettek el! Még nem kaptam el Mármint, még nem ettetek pitét! Még az avon! Gáz! Pite! Kapd el, robotbajt! Ne feledd a pitét! Ifi úr! De anya, mindenki csinálta! Ha mindenki leugrana Fucsi hegyről, te is leugranál? Apart kutyuli! Jó kutyát! Ki a jó kutyus? Gyerünk vissza harcolni, átkozott klónok! Rossz kutya! Jaj, ne! Mrs. Kamikaze, minden rendben? Robbanást láttam, és... Szent ég! Anyu! Tommy! Klassz! Mit kerestet itt? Csodálatos dolog meghívni vacsorára a barátainkat. Ugye, Tommy? Igen, anya. Nyomott!